Az A-vitamin egy zsírban oldódó vitamin, ami több szempontból is fontos szervezetünk számára. Többek között szerepet játszik a megfelelő látás és immunrendszer kialakításában, továbbá az egészséges bőr fenntartásában is. A különböző élelmiszerekben két típusú A-vitamin található meg, előformát A-vitamin és A-provitamin. Az előformát A-vitamin, másnéven retinol, gyakran megtalálható húsokban, halakban. Tojásban és tejtermékekben, míg az A-Provitamin esetében a testünk alakítja át a különböző zöldségekben megtalálható karotinoidokat A-vitaminná. Napjainkban a fejlett országokban igen ritkán fordul elő A-vitamin hiány az embereknél, azonban a fejlődő országok esetében ez továbbra sem ritka jelenség. Videónkban most az A-vitamin hiány 7 jellegzetes tünetét fogjuk bemutatni, azonban mielőtt rátérünk a részletekre, Kélek iratkozz fel csatornánkra további érdekes videókért. Száraz bőr Az A vitamin fontos szerepet játszik a bőrsejtek létrehozásában és helyreállításában. Továbbá segít leküzdeni bizonyos bőrrel kapcsolatos gyulladásos állapotokat. Amennyiben nem viszel be elegendő mennyiségű A vitamint, úgy könnyedén kialakulhatnak olyan állapotok, mint például az ekcéma. Az ekcéma többek között száraz, viszkető és gyulladt bőrt eredményez, és számos klinikai vizsgálat kimutatta már, hogy az A vitamin tartalmú vényköteles gyógyszerek hatékonyan kezelhetik ezeket a tüneteket. Itt azonban fontos megemlítenünk, hogy a száraz bőrnek számos oka lehet, tehát ez az állapot semmiképpen sem arányos az A vitamin hiányjal. Csupán a probléma egy lehetséges forrása lehet. Száraz szemek a különböző szemmel kapcsolatos problémák az A vitamin hiány legismertebb tünetei közé tartoznak. A legextrémebb esetekben a súlyos A vitamin hiány akár teljes vaksághoz vagy szaruhártya elhaláshoz is vezethet. Az A vitaminnal kapcsolatos szemproblémák első tünetei között megjelenhet a szemszárasság, illetve a könyvképtelenség, amit már több kutatás is alátámasztott. Az egyik ilyen kutatás során nagyobb dózisú A-vitamint adtak szemszárassággal küzdő gyermekek és csecsemők számára. 16 hónapos rendszeres követően a kutatásban résztvevőknél 63%-kal csökkent a száraz szemek gyakorisága. Éjszakai vakság A súlyos a vitaminhiány hiány akár éjszakai vaksághoz is vezethet, amit megerősít az a tény, hogy ez a betegség sokkal nagyobb arányban fordul elő a fejlődő országokban, ahol köztudottan nagyobb a kockázata az alvitaminnal élő emberek megjelenésének. Meddőség Az alvitamin különösen fontos szerepet játszhat a gyermeknemzésnél, ezért ugyanúgy fontos lehet férfiaknak és nőknek egyaránt, mivel az alvitamin hiány tartós fennállása akár meddőséget is okozhat mindkét nem esetében. Kislehetetett növekedés Azoknál a gyerekeknél, akik nem kapnak elegendő mennyiségű A-vitamint, megjelenhetnek a késleltetett növekedés tünetei. Az alvitamin különösen fontos szerepet játszik a gyermekek testi fejlődésében, így annak hiánya jelentősen korlátozhatja a növekedésüket. Számos tanulmány kimutatta, hogy az A-vitamin kiegészítők önmagukban vagy más tápanyagokkal együtt kombinálva javíthatják a gyermekek növekedését. Torok és melkasi fertőzések A gyakran előforduló fertőzések a torok és a melkas területein akár az A-vitamin hiány meglétére is utalhatnak. Az A-vitamin kiegészítők elméletileg segíthetnek a léguti fertőzések kezelésében, azonban a kutatási eredmények vegyesek a témával kapcsolatban. Egy ekvádori gyermekekkel végzett vizsgálat például azt találta, hogy az alacsony testsúlyú gyermekeknél, akik hetente 10.000 nemzetközi egység A-vitamin szedtek, kisebb eséllyel alakultak ki légúti fertőzések, mint azoknál, akik kizárólag placebót kaptak. Másrészt a gyermekeken végzett más vizsgálatok áttekintései szerint az A-vitamin kiegészítők alkalmazása akár 8%-kal növelheti a torok és melkasi fertőzések kialakulásának kockázatát. Ahogyan említettük, a kutatási eredmények egyenlőre igen vegyesek, így mindenképpen további vizsgálatokra lesz szükség a jövőben. Lassabb sebgyógyulás a sérülések, műtétek után lassan gyógyuló sebek szintén összefüggésbe hozhatók az alacsony A-vitamin szinttel, mivel az A-vitamin elősegíti a kollagén képződést, ami az egészséges bőr egyik fontos alkotóeleme. Az egyik kutatás során olyan 50 év feletti férfiakon tesztelték az A-vitamin hatásait, akiknél sebkezelésre volt szükség. Az A kapott egyének esetében a sebek mérete 50%-kal csökkent a gyógyulás folyamatában, összehasonlítva azokkal, akik nem használtak A vitamin kiegészítőket. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az A vitamin hiány tünetei számtalan, különböző egészségügyi probléma alapjait adhatják. Azonban fontos megemlítenünk, hogy minden esetben érdemes meggyőződni arról, hogy valóban az említett vitamin hiánya lehet a felelős a kialakult állapotokért. Mivel a videóban elhangzott tünetek igen ritkán fordulnak elő napjainkban, kizárólag az A-vitamin hiánya miatt. Te hogyan gondoskodsz A-vitamin beviteledről? Válaszodat ír le kommentbe, és ha tetszett, amit a videónkban hallottál az A-vitamin hiány tüneteivel kapcsolatban, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkolj minket, és bátran hozz meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!